Látva az eredményeket, meg az előzményeket is, én azt gondolom, hogy gyakorlatilag Szemereiné Pataki Klaudiát majd 60%-a nem akarta Kecskemétnek, hogy polgármestere legyen. Tehát Pataki Klaudia megbukott, annak ellenére, hogy megnyerte természetesen a választást. Ezt azért is mondom, mert mindenféleképpen figyelemre méltó az, hogy amellett, hogy ugye én is elindultam polgármester jelölként, de azért számos olyan párt, illetve különböző civil szervezetek elindultak, segítve ezzel a jelenlegi polgármester asszonyt, hogy ha megnézzük, akkor ha win-win helyzet állt volna elő, valószínű, hogy nem így történik. Tehát gyakorlatilag a mi jelmondatunk egyike az volt, hogy változást Kecskeméten, és ezt meg kell értenie polgármester asszonynak is, és gondolom, hogy fölülről beszélve vélhetően másképp fog majd ezentúl majd kommunikálni azokkal, akiket megválasztott most Kecskemét lakossága. És még egy megjegyzésem van, hogyha a Fidesznek ez volt az egyik védőbástyája, akkor nagy bajban van országosan is a Fidesz, tehát látszik. Az önkormányzattal kapcsolatban pedig azt tudom mondani, hogy elég színes paletta állt össze. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogunk dolgozni. Mi mindenképpen a szövetség változtatni fog a stílusán, és egy nagyon kemény ellenzéki munkára számítson a polgármester asszony, illetve azok a fideszes képviselők, akik éppen a 40% körül húzták be a korábbi 60%-os mandátumokat. Én még egyszer köszönöm azoknak, akik elmentek szavazni ma, mert nyilván én demorhataként azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos nap volt, és azt is, hogy Kecskemét változásért kiállt, és ezt meg kell érteni mindenkinek, aki most majd helyet foglal majd a következő közgyűlésben, itt többek között polgármester asszonynak is. Én köszönöm szépen az érdeklődésüket. Mit szól ahhoz, hogy ennyien elmentek most szavazni, ez minek tudható be? Én ha jól emlékszem rá, akkor majd 10%-kal többen mentek el talán az 5 éve ezelőtti, ez vagy 8-al, most én pontosan nem tudom most. Mindenképpen az látszik, hogy a Magyar Péter féle Tiszapárt megkeverte a politikai állóvizet. Én azt gondolom, hogy ez a jót tesz a jövőre tekintve, mert nem lehet ezt így tovább folytatni, egyik oldalról se. Tehát az ellenzéki oldalról se, de a kormánypárt részéről sem. Meg kell érteni azt, hogy az emberek mást akarnak Magyarországon is, de mondom még egyszer Kecskeméten is. Úgyhogy én azt látom, hogy igazából ez egy olyan dolog volt, amit kikényszerített a demokrácia. Tehát, és ez egy jó irány. Ezzel élni kell mindenkinek.